Oroszlán, május, második fele, pozitívum, negatívum és egy tanács. Fantasztikus a bolygók állása májusban, ez egy fantasztikus stélium, ráadásul május 23-án a Jupiter és a Vénusz fantasztikus párost fognak alkotni. A Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a Vénusz a kis szerencsének a bolygója. Na de mit jelent ez az egész az oroszlánoknak? A 10-es ház érintett, a legmagasabb, a karrier, a státusz, a célok ide tartoznak. Tehát ezen a területen várható valamilyen meglepetés, valamilyen lehetőség, valamilyen ajándék. Na nézzük akkor, pozitívum. Pozitív, és vágtat az ajándék, vágtat a lehetőség, ez lovag, és ez vízenergia, ez boldogság. Ez lehet egyébként egy utazás is. Valamilyen kellemes dolog, ez itt van. A lovagok híreket hoznak nekünk. Megyünk tovább. Hercegnő, valamilyen kezdés, és írmék, értékek. Valamilyen lehetőség itt valamit elkezdeni. Ez lehet a vállalkozásunk, ez lehet tanulás. De amit elkezdünk, amit elindítunk, amilyen lehetőséget kapunk, az növekedni fog, az jövedelmező lesz. Az örömöt is fog hozni, pénzt is. Milyen érdekes. Nagyon érdekes kezdés. Nagyon érdekes és nagyon-nagyon pozitív. A csillag, teljesül az álmunk, a vágyunk, a kívánságunk, tehát el lehet érni azt a bizonyos csillagot, a legnagyobb csillagot, a legtávolabbi csillagot. Nem hiába a 10-es ház itt érintett, a legmagasabb ház, a státusz, a karrier, tehát itt szárnyalni lehet. Egyszerűen ki lesz a sztár, ki lesz a csillag? Az oroszlán. Sikeres fellépés lehet itt. Valamilyen siker várható. Megyünk tovább. 9-es, ez is nagy arkánom, ez viszont a remete. A bölcsesség kártyája, a titok is ide tartozik. Megtalálni azt a bizonyos utat, ez a lámpás, ez világít nekünk, és ez a csillag is. Tehát mind a ketten mutatják nekünk az utat, hogy merre kell haladni a sikerhez. Fogjuk tudni. Milyen érdekes. Nagyon érdekes. Egyébként ez a csillag azt szokta nekünk tanácsolni, hogy érdemes magunkba egy picit mélyen belenézni, hogy mi az én álmom. Én mit akarok, nem a környezetem, én mit akarok. És ez a kártya is olyan, hogy belenézni a lelkünkbe, megismerni önmagunkat. Megtudni, megtalálni azt, amit mi akarunk ott legbelül. Érdekes, megyünk tovább. Nos, a halál, a nagy változás, plutói energiát kaptunk. Egyébként a Plutónak is lesz itt fantasztikus valamilyen lehetősége megajándékozni minket valamivel. De erről külön videót kellene készíteni. Nos, karmikus kártyát kaptunk, és a pozitívumra, tehát a fenti erők eldöntötték, hogy ez a pozitívum, ez bizony, hogy belép az életünkbe, megkapjuk ezt a nagy lehetőséget. Ehhez valami véget ér. És valami új meg fog születni az a bizonyos csillag. Hát a sztár az oroszlán lesz.
A valamilyen nagy változás, valamilyen nagy átalakulás. Lehet tényleg először is az oroszlán mélyen belenéz a kis lelkébe, belekukkant, hogy mi van ott, hogy mit akarok, milyen életet szeretnék, mivel szeretnék foglalkozni, mi az, ami boldoggá tesz engem. És meg is teszi ezt. Milyen komoly kártyákat kaptunk itt. Királynő és a kártyapakli aján a király, a boldogság, mind a kettő kártya, maga a boldogság, maga az ajándék, maga az öröm, az elégedett élet. Lehet egy házas pár fog segíteni, nagyon gyakran rákhalak vagy skorpió, ez a királynő, vagy ez a király. Ez egy pár. Ez egy szerelmes pár is lehet. Valaki megtalálja élete párját. Ez lehet házasságkötés, ugye státuszváltás. A házasságkötés, ugye az státuszváltás. Gyermekszületése, az is státuszváltás. Lehet valaki nyugdíjas lesz, az is státuszváltás. De ez fantasztikus kártyák jönnek. És mind-mind pozitív. Tehát pozitív vízenergiával kezdtünk, és pozitív vízenergiával fejezzük be a pozitívumot. Tehát valamilyen jó lehetőség, lehetőségek már úton vannak. Lehetőségek már vágtatnak hozzánk. Megyünk tovább. Negatívum, kettes, kelyhek, ez is kelyhek, milyen érdekes. A legszerelmesebb kártya ez. Ez lehet, hogy egy kis veszekedés, egy kis vita a partnerünkkel. Kelyhek, a kelyhekhez hozzátartozik az alkohol is, lehet az alkohol miatt lesz az a bizonyos probléma, veszekedés, félreértés. Hatos, valaki nem akarja a győzelmünket. Ez tűzenergia, ez a ti energiátok. Hát ezt nem szabad hagyni. Valaki nem akarja, hogy ki legyen az a csillag, hogy az oroszlán ne legyen csillag, ne ragyogjon fel az a bizonyos csillag az oroszlán életében. Na, mi van itt? Ász, és ez is tűzenergia, folytatódik, ez viszont az a bizonyos varázspálca, amit az univerzum ad nekünk. Na most ezzel a lehetőséggel élni kell. Ha az ember nem él vele, akkor hát ez már egyéni probléma, mindenki maga dönti el, a kártyák csak tanácsolnak nekünk, hogy van egy lehetőség, amit az ember elszalaszthat. Ez lehet egy párkapcsolat is, egyébként nagyon szenvedélyes energiát is kaptunk. Itt van a szerelem, a párkapcsolat, a partnerség, és itt van a szenvedély. Ez is benne van a pakliban, de valamilyen lehetőség, amit az ember elszalaszthat. Megyünk tovább. Ötös, kelyhek, milyen érdekes, itt a tűzenergia összefonódik a vízenergiával. Itt van a vízenergia, és itt van a tűzenergia. Uh-huh. A tűz meg tud égetni minket. Például, nos, ötös, a csalódás, a szomorúság, szerelmi csalódás is lehet. Lehet a partnerünk valamit megígért, egy találkát, és nem jön el. Valamilyen csalódás. Amit tanácsol ez a kártya, tehát itt ez a lényeg. Az élet ilyen, hogy egyszer fent, egyszer lent. De amit tanácsol, hogy fel a fejjel,
hogy mi történik itt ezekkel a kelyhekkel, ez nem érdekes. Ez itt a lényeg. Meg kell fordulni, és észre kell venni az új lehetőségeket. Ezek a kelyhek, ezek új lehetőségek. És ráadásul van itt egy híd. Van itt egy híd. A híd mindig azt üzeni nekünk, hogy el tudunk jutni az A pontból a B pontba. Az egy átmenet, az egy út a rossztól, a szomorúságtól, a jobbhoz, a boldogsághoz. Tehát el lehet jutni a várba, csak akarni kell. Veszekedést vérrokonokkal is szokott mutatni ez a kártya, de néha tényleg olyan apróságot szokott mutatni, mint például eltört a kedvenc kávés bögrénk. Tehát nem tragédia. Megyünk tovább. Tízes kelyhek. Az ötös után megkaptuk a tízest. A boldogság, a családi boldogság, a családi béke. Itt egy picit meg van bolygatva, meg lehet bolygatva. Az nem jelenti azt, hogy később nem érjük el ezt a győzelmet, csak itt lehet valamilyen akadály. És a nap, ez viszont a ti kártyátok, na ez viszont komoly. Ez viszont komoly, a ragyogás. A nap mindig nagy dolgot mutat nekünk, nagy lehetőséget, nagy sikert, nagy pénzt mutat nekünk, ez viszont a negatívumra jött ki nekünk. Tehát erre viszont érdemes odafigyelni, mert úgy látszik, hogy ez az ász nagy lehetőségeket ad nekünk, tehát itt van a tízes is nagy lehetőségeket, amit az ember tényleg elszalaszt. Hát ha odafigyelünk, ha megragadjuk ezt a lehetőséget, akkor ez a napocska, ez a pozitívumon lesz, de ha nem, akkor marad a negatívumon. Milyen érdekes, nagyon érdekes ez a kirakás. Viszont a pozitívum erősebb, sokkal-sokkal erősebb, és a pozitívumra kell koncentrálni, mindig a pozitívumot. Mondom, a negatívum tényleg az, amit el lehet kerülni. Ezek figyelmeztetések. Nos, plusz információ, hetes kelyhek. Itt jönnek a lehetőségek, a nagy lehetőségek, viszont nagyon fontos tudni, nem hiába a pozitívumon, itt van ez a remete. A remete az önismeret. Megismerni önmagunkat. Mit akar a lelkünk, mi van a szívünk mélyén, mi a kívánságunk ott legbelül. És akkor jönnek ezek a lehetőségek, és kiválasztani a legmegfelelőbbet, hogy tényleg én mit akarok. Mert itt sok van, 7 darab. És nem biztos, hogy mindegyik jó nekünk. Tehát ez egy kicsikét bele kell nézni a lelkünkbe, hogy mi van ott, mit is akarok én valójában. Mert ha mind a hetet elfogadom, nem biztos, hogy jó nekem. Nem biztos, hogy megbirkózok mind a 7 lehetőséggel. Ez lehet akár több a munkahely is, itt is akarok dolgozni, ott is. Ezt is elfogadom, azt is elfogadom. És nem biztos, hogy győzni fogom. Lehet, hogy ez már sok lesz, lehet, hogy ez már teher lesz. Milyen érdekes. Megyünk tovább. Nos, nézzük csak. Ezek a csodálatos bolygók milyen lehetőséget adnak? Ugye itt a tízes ház dominál a legmagasabb, a karrier, a státusz, és ez mind pozitívum. Kilences.
milyen érdekes, és ez kardok. És ezt néztem, hogy kardokat nem kaptunk, sem a pozitívumon, sem a negatívumon, kard sehol. Van egy kard, például itt a halál, ugye? Ott mindig van egy kard, de az egy külön téma. És a pozitívumon nagy, nagy változás, nagy pozitív változás. Ez viszont 9-es. Önmagába ez a kártya szúrós, fájdalmas, maga a csalódás, maga a hátba szúrás, a hátba támadás, maga az önmarcangolás, ez egy ilyen kártya. Az összes kis 9-es ide tartozik, ehhez a nagy 9-eshez, a remete kártyához, viszont ez a pozitívumon van. És ráadásul pozitívumot nézünk, mert a bolygók valamilyen pozitívumot fognak adni, valamilyen pozitív lehetőségeket. Tehát hiába itt van ez a szórós kártya, ez a múlté. Tehát ezt a fájdalmat, ezt a negatívumot az oroszlán le fogja győzni. És ki lesz a győztes? Az oroszlán. Ki lesz a király? Az oroszlán. Tehát 10-es ház, státusz, karrier. Lehet, hogy valakik akár akadályozzák ezt a bizonyos sikert, nem akarják, hogy nekünk sikerüljön az a bizonyos nagy lépés a karrierben, akkor nekünk ez sikerül, tehát ez már a múlt. Ez a múlt. Legyőzni ezt a fájdalmas, szórós kártyát, legyőzni ezt a fájdalmas, szórós helyzetet. Tehát ehhez fognak segíteni a bolygók. Megszületik az igazság a kártya pakli alján, ráadásul ott az igazság szolgáltatás, és ez is karmikus kártya. Tehát kiderül az igazság. Az ítélkezés itt van. Amiért megdolgozott az oroszlán, azt már senki és semmi nem fogja tudni elvenni. Hiába ezek a szurkálások. Húzzunk még egyet. És ez is karmikus kártya, egyik a másik után. Hát ez viszont csodálatos. Tehát meg van koronázva ez az egész kirakás. A 20-as a végítélet. A végítélet. Amikor azt hiszük, hogy minden el van veszve, minden el van veszve, ez a 9-es, ez a szúrós 9-es, és akkor az univerzum ad nekünk egy új lehetőséget. Kimászni a gödörből, a zsákutcából, új esélyt, akár újra kezdeni mindent a nulláról. Ez karmikus kártya, és megint csak plútói energiát kaptunk, a változás, a nagy változás, kettő darab plútói energiánk van, és mind a kettő pozitívum, és élnek a kártyák a kezemben, ugrálnak, tehát ez fontos információ. Ez fontos információ, nagy lehetőség, nagy változás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egyébként a Jupiter és a Vénusz együttállás, ami május 23-án lesz, ez két évig fog tartani ez az energia. Két évig. Tehát ez a 10-es ház, ez a karrier, ez a státusz, ez hosszú távú, úgymond. Azért két év, nem két hét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!